Ez itt egy alfa sugárzó anyag, ez a műszer azt méri, hogy milyen erősen sugároz, hallható, hogyha közelebb teszem, akkor nagyon pici a hatótávolsága, amitől kezdve ez már veszélyes lehet. Ez pedig egy béta sugárzó anyag, ehhez hasonlót használnak az egészségügyben is. Dr. Tarján Péter, a Nyíregyházi Egyetem fizikusa elmondta, az egészségügyben mesterséges sugárforrásokat alkalmaznak, kihasználva azt, hogy a sugárzás hatására a rákos sejtek jobban károsodnak, mint az egészségesek. Többféle sugárzást is. Szerinte nem jellemző, hogy a kórházban használt műszerek felaktiválják a környezetet, de ezt megfelelő módszerekkel meg lehet mérni. Ez itt a kezemben egy hagyományos Geiger-Müller számálló, ez elsősorban alfa és béta sugárzásra érzékeny, ezzel, hogyha ott elvinném a kórházba és az onkológia környékén méregetnénk, akkor meg lehetne mérni azt, hogy van-e ott visszamaradt sugárzás, ami esetleg az egészségre káros, valószínűleg nem mutatna nagyon kiugró értéket. Dr. Adorján Gusztáv, a megyei kórház főigazgatója, éppen az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság mérési eredményeit mutatja. A kórház fenntartója ugyanis a lakosság és a dolgozók megnyugtatása érdekében idén március 24-én 6000 négyzetméteres területen végeztette el a hatósági vizsgálatokat. A sajtótájékoztatón elmondták, ilyen működő bunkerbontás egyébként még nem volt Magyarországon. A OSSK-nak a szakvéleménye alapján semmiféle háttérsugárzástól emelkedettebb sugárszint sehol nem mérhető, sem a pincében, sehol az épületben, sem az intézmény területén, és hát bizony ez több mint 500 000 forintjába került az intézménynek. Azt gondolom, ezt másra is tudtuk volna hasznosabban használni. Itt a korábbi bunker helyén tehát a megállapított sugárzási értékek nem magasabbak, mint a szabadban mérhető természetes háttérsugárzási szint Magyarországon. A tájékoztatón az is elhangzott, a dokumentumok nyilvánosak, bárki számára megtekinthetőek.